Tehát 8 évvel ezelőtt jöttünk ide erre a tanyára, és akkor döntöttük el, hogy tejterméket fogunk előállítani, kecske és tehén tejtermékkel akartunk foglalkozni, ebből először a kecske valósult meg, utána rájöttünk, hogy jobb, ha mit adjuk a szarvasmarhát is, mert sokkal biztonságosabb a sajtkészítés. Tehát amit itt tudni kell, hogy ezek a sajtok, ezek mind paras sajtok, mind-mind saját belső kultúrával rendelkeznek, hozzáadott kultúra egyikben sincsen, ezért ilyen penészeken ér, ilyen penészek alatt érnek a sajtok. Itt van az öreg sajt, ami már érik, és itt van fölött a friss. Itt van a nagyon kedvelt morbié típusú sajt, amin itt lehet látni, a penész alatt is lehet látni a faszéncsíkot benne. A kék penész teljesen be van sötét szürkülve, ugye, mert hogy nagy tömegben van rajta, tehát ennyi. Tehát ezek mind irányított penészek, mind ha esetleg úgy alakulna, hogy nem olyan alakulna rajta ki, ami nekünk az élleléshez szükséges, ami nem lehetséges, akkor sósavóval lemossuk és kezdődik újra az egész elmény.